Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mai játékunk The Uncertain, The Last Quiet Day, azaz a Uncertain jelentését annyira nem tudom, ellenben viszont ez a játék az, amit már majdnem végigvittem anó, azóta még frissítgettek. Van benne magyar nyelv, viszont a második rész állítólag csalódás. Én anó, mikor még nem jelent meg, felraktam ezébe, wishlistbe, viszont nagyon elrontották benne, hogy máshogy folytatja a sztorit, mint ami lenne, az sok köze nincs az első részhez, amik itt vannak. Azon kívül erőteljesen hiányzik belőle a magyar felirat. A harmadik rész azt hiszem el is lett kaszálva. Ez egy öt részes sorozat lett volna, úgy tudom. Úgyhogy ez az első rész, amit most vagy végigviszünk, vagy legalábbis valameddig elviszünk, aztán majd valamikor be fogunk fejezni. Egy futurisztikus jövőbe vagyunk, ahol az ember, hát nem teljesen világos még, hogy vagy valahol van, vagy egyáltalán nincs. Viszont jó pár, hát csak robotok vannak relatíve, és ilyen Matrix szindrómásan mindegyik update-elve van, azaz ennek köszönhetően a központi hálón van. Viszont most a kezdő karakterünket meglátjuk, ő viszont nincs a hálózatra csatlakozva. És ez okozza majd a történet bonyodalmát, de tovább nem spoileredek belőle, lássuk meg. A 22. század közepén az emberiség kihalt a végzetes háborúk következtében, azonban az emberek által kreált robotok önellátónak bizonyultak. A mesterség és intelligencia nem állt meg a fejlődésben, mely lehetővé tette számukra a saját társadalmunk felépítését az elmúlt civilizációk romjaiból. Minden robot talált magának egy munkaterületet, amit a leginkább illet hozzá, lassan, de biztosan hozták létre a Föld új civilizációját. Bölcsön elkerülték az emberek hibáit, de akadt egy probléma. Minél többet fejlődtek, annál inkább kezdtek ember módjára kinézni és viselkedni. Common Games bemutatja. Jók ezek a kis glitch effektek benne. Gépigénye a mai konfigoknak köszönhetően annyira nem nagy. Robot vagyok, RT-214 MP modell, elsődleges küldetésem ismeretlen. Nem fizikai munkavégzésre terveztek, biztosan nem vagyok képes építési munkálatokra, viszont nagyon érték az elektronikához. Adtak magamnak egy feladatot, mely elektronikus eszközök után kutatok, meg felhasználok különböző mechanikus elkészítéséhez, amik hasznosak és hatékonyak. Az emberek leváltottuk őket, generációkba telt elérnünk mindazt, amit véghez vittünk néhány év alatt. Egy tökéletes társadalmat alkotunk, a robotok nem fogják megismételni az emberek múltbeli pusztító hibáit, racionálisak és logisztikusok vagyunk, nem vívunk háborúkat és nem betegszünk meg. Az emberek leváltásával megszakítottuk a Föld ezen intelligens, de nagyon agresszív lakóinak önpusztító korszakát, ám épp tizedekbe fog telni, hogy helyrehozzuk az átok elpusztított világot. Így fajunk virágozni fog készítőnk, az USS Corporation irányítása alatt. Világunk még nem tökéletes, készleteink korlátozottak, és csak magunkra számíthatunk, de ez csak átmeneti. Legtöbb robot gyakran kell megjavítani, de nem engem, nagyon hatékonyan tudok gondoskodni magamról. És itt is a cím, úgyhogy vicce. Ez nem Cyberpunk, hogy egy órát várunk, míg kiírja a játék a nevét. Igaz, az USS Corporation egy Lena robot utalás, meg társai Asimov világból. Mert miért is ne Amerika? Van egy gramofon, mindenféle földi jó.
forrasztópáka, snitzer, memóriakártya, csipek, gázhegesztő, mármint lánghegesztő. Most csak egy elemet hoztam, de kompatibilis lehet a rádióval, meg kell tennem a másik elemet, az elszámaim mellett volt. Ugyebár a robotoknak az, hogy valami átmeneti, az nekik mindegy. Mert a kamera az ennyit tud, mindig valami fix nézetből fogunk látni. WSAD-vel mozgunk, Shift-tel futunk. És hát akkor a bal gombbal tudunk csinálni mást. Ez itt egy... Nálomás feladat, hogy újra töltse az elemeket és frissítse a robotok beépített szoftverét. Várjon, ezt közöltem némi módosítást a firmware-ben, hogy letiltsam a frissítéseket, és függetlenül fejlődhetek. Na és ez az, aminek köszönhetően a karakterünk nem. Nincs a hálózat részeként fönt. Ez a tároló textíliákat tartom, az emberek ilyeneket takarták el a testüket, hogy mi volt a céljuk az ismeretlen számomra. Azaz a ruhákról beszél. Itt. Itt a rádió. Néhány napja találtam ezt a rádióvevőt, de elem nélkül nincs rá szükségem, vajon maradtak-e még mindig sugárzó rádióállomások a világban. Találnom kell egy második elemet. Karakterünk egész jó pofán néz ki, ugyebár. Ahogy mondja is a storyline, embereket imitálnak, azaz van mozgása. Ugyebár ott van, hogy egy darab elemünk van az inventoriba. Itt egy régi fénykép. Ehhez nem fűz hozzá semmit, valószínűleg az ő lakásukat használjuk. Akkor erre tovább menve, oda nem látunk be. WC felirat. Ez a szoba nagyon furcsa, soha nem lépek be oda. Nem tetszik neki a WC. Akkor ott. Gitár. Próbáltam hangot kinyerni belőle, de 10 perc próbálkozás után elszakítottam a második túrját. Aha. Mikrohullámú sütő, mosogató. Vízellátó rendszer évekkel ezelőtt megszűnt működni, mondja a robotka. Erre lejjebb jövök, de itt sincs nagyon semmi. Aha. Ott van valami tévészerűség. Mert az eszközt észrevétlenül sikerült megszűnni egy gyárból, kért rendőrrobotot leszámítva, semmi védelemmel nem volt ellátva. Ott egy elem. Ide is lehet elemet rakni ezek szerint. Itt a második elem, mondja a robot. Ezt a fűrészt a Brondo Street-en találtam. Okay. Ezt a plazmavágót lerombott épületekből származó anyagokból készítettem, egy építőrobot rendelte meg. Ide nyomok elemet. Nem ide való, a rádióba kell őket tennem. Akkor ezt nem tudjuk felhasználni. Erre még később visszatérek, azt mondja. Jó, akkor gyűjtsük be az elemet. Már két elemen van, megpróbáltam bekapcsolni a rádióvevőt. Oké. Jó, még mielőtt oda megyünk, itt körbenézünk. Az emberek arra használták, hogy takarékoskodjunk a nyersanyagaikkal, sok közös van bennünk. A kanapé. A nyersanyag alatt gondolom a izét gondolja, azaz pihenés. Nincs idő pihenni, más dolgaim vannak. Kattintással el lehet nyomni a megoldást. Ez itt egy gramofon. Ezzel az analóg eszközzel lehet kinyerni hangot a telepített hanghordozóból. Miért használnak az emberek egy ilyen kényelmetlen eszközt, mikor ezt is lehet csinálni? Nézzétek! Ennyi. Karakterünk átment zenerobotba. Úgyhogy ez itt egy ámítógép. Az Intercom egy nagy teljesítményű asztali számítógép, nem kell teljesen kihasználnom, de internet kapcsolat hasznos lesz más robotokkal való kommunikációhoz.
Sajnos a kialakításom nem támogatja a vezetéknek internet kapcsolatot, ugye számítógépet kell használnom. Aha, nincs wireless-ünk. Itt-e. Ez itt a... Sérült adathordozó, amit tegnap reggel találtam, talán helyre tudok állítani róla néhány adatot. Azt csorjuk is el. Ebbe nyomom a shiftet, nem fut. Ez nem egy gyors játék, ez egy chilles, bár lesz benne nem chilles rész, amit nem szeretek, de az mindegy. Megcsinálhatom, mert rég túljutottam rajta. Erkélyek vannak benne, amiket elhagyott városba találtam. Vagy itt egy szekrény szeretne lenni. Egyenesen a házba kötöttem az elektromos vezetéket, de nincs benne elég feszültség az összes felszerelésemhez. Kapcsolt táblával tudom elosztani az energiát a szükséges rendszerek között. Ebben az időben még nem nagyon volt AI generált hang, úgyhogy itt nagy esélye jófajta, erre most nincs szükségem, azt mondja, jófajta szinkron moduláció van alatta. Eső nem fog elállni, szerencsére a vázam vízálló. Oké. Akkor innen... Ez itt mi? Egy óra. Emberi művészet néha logikátlan, mi értelme egy olyan képet készíteni, amit nem fotorealisztikusak? Aha, festmény. Mi az interkomot tudom használni, vagy van értelme? Mondjuk a chippel mit csinál? Tenni az interkom be tudja olvasni az adatot, ha ez nem sérült. Na. MyFiles néven meg is jelent. Audio message meg ki tudja mi. Audio 1. Was corrupted. Play. Jó kis zene. Mert miért is ne? Olyan nice, mint te. Egyszerre egy dolgot tud csinálni, nem lehet kikattintani. Jó. Message, text 1. Corrupt. Text 2 nem jelenik meg, de nem corrupt. Text 3 se jelenik meg, de nem corrupt. És ez a mappa Unknown Directory Description. Oké. Mi van még itt? Mail. User. USR UES Robotics.kukac info.rb firmware upgrading notification. Nyi fog, hogy van upgrade. Az error reading files. Ja, hogy ezek vannak rajta. Oké. Okay. Oh. Gépikon, avval csak visszajövünk. Messagecon. Most nem kell beszélnem senkivel. Jó. Ez itt mi? Az ágy. Lámpa. Mikor először jártam az épületben, emberi csontvázakat találtam az ágyban, beraktam őket a kazánba. Nice elhamvasztotta őket. Nice kis robot, pókrobot. Nem kommentálja. Innen nem is látszik, hogy ott van amúgy valami nagyon jó. Hát ha nagyon ránézünk, akkor látjuk, de amúgy nem. Ja, akkor menjünk oda a rádióhoz. Két elem van nálam, már csak be kell raknom őket a rádióba. Ugyebár akkor itt megnézni lehet, itt interaktálni vele, itt bármi egyéb, itt pedig ugyebár használni a rajta lévő dolgokat. Igen.
kattingatok rajta, semmi. Itt gomb. No power. Nincs energia. Megfordítja. Itt az instruction rajta. Itt az elemtakaró. Jaj, de csecse. Egy elem. Két elem. Bekapcsolom, mondja. Így határozottan, amerre kezdtük, arra megfordítjuk. És play. Halljuk a nagy semmit. Amit lenne a hangerő vagy tónus állító, itt a egyebek, és akkor be kéne hangolni. Nem, akkor oda hangerő, itt a tuning. Használ a billentyűzet AD gombját a rádió hangolásához, éri a játék bal fönn. És gondoltam, hogy mozdulni fog ez a szép csíkocska. Ugyebár ez úgy van megcsinálva, hogy hátulról van egy lámpa LED, ami világít, és alul ez is meg van világítva, és ahogy ez itt viszi a fényt, úgy látod ezt. Jó pofa, mert régen volt hasonló rádiónk. Ugyebár nem zöldel, meg nem ennyire futurisztikusan nézett ki ilyen, de hasonlót tudott. Na? Ballent jelez valamit. Erre csökken a zaj. Ezek ilyen interferenciák valószínűleg. Ott a zene. És ez a hőstát törökre belénk égett a szívünkbe, nehet, hogy az elesettek hiába adják az életüket, csatlakozz a hadsereghez, védd meg a hazádat, védd a szabadságot, a hagyományinkat, és... Emberek kis csoportja tömegeket volt képes irányítani ilyen szavakkal, nem értem, hogy hogyan vehetett rá ilyen egyszerű ember éles tömegeket a háborúba való részvételre. Sokkal logikusabb volna, ha tárgyalás útján jutnának kompromisszumra. És ennyi? Erre elhasználtuk a két elemünket, az cseh. Továbbra se kommentálja, valami füstöl a képkeret. Jó. Akkor nézzük meg azt a plazmavágót újra. I will return to this later. Nem kell. Válaszolja hívásra. Ezt nem tudjuk elvenni. Incoming call. Ez az építő robot, amelyik a plazma vágót rendelte, válaszolok. Hello? Itt X utca, nehéz volt kapcsolatba lépni veled, már két nappal ezelőtt be kellett volna félned a plazma vágót. Miért nem kaptuk még meg? Nem találtam alkatrészeket, csendbe maradni, letenni, rossz az idő. Sajnálom, de több időbe telt, hogy megtalálom a szükséges összetevőket, mint gondoltam. Az irreveláns információ az átadás időpontja adott volt, el kellett volna hoznod a vágót, miért kaptál volna egy nagyobb teljesítményű elemet? Nyugodjál meg, készen van. Nem olyan rossz a helyzet, mint aminek látszik, megvannak a szükséges alkatrészek, és majdnem kész vagyok az összeszereléssel, és még diagnosztizálnom és kalibrálnom kell. Jó hír, mikor fogod leszállítani? Később értestelek. Meg is köszönték, urrá! Nem bukhatom el a feladatom, az építőrobotok nagyon fontos munkát végezni, be kell fejlem a munkát, amilyen gyorsan csak tudom. Na, hát akkor a tippem bejött, hogy velük kell nyifogni, viszont itt mi van lent? Sorra jelent. Nyomtatott papír fizikális információgyűjtés és továbbítási formája, ez a technológia teljes mértékben elavult, néha találok ilyen formában rögzített dokumentumokat, amikből tanulhatok az emberekről. Hmm.
Azt mondja, fejezem be a plazmavágót, mint küldi. Margaret, itt lent várunk rád, Margaret! Az idős, egy idős hölgy felállt az asztalra, és az unokahúgát szólítva lassan a lépcsőhöz igyekedett. Odért a lány ajtajához, és kopogtatott. Nem kapott választ. Becca néni kinyitotta az ajtót, de a lányt nem tárta sehol. Az idős nő így szólt halkan. Micsoda egy lány, már 20 elmúlt, de egy cseppet sem változott. Közben a karjét a levegőbe dobva fejezte ki felháborodását. Itt vagyok, Becca néni hallotta a hangot lentről. Hol voltál, szívecském? Kihűl az ebéd, válaszolta néni, és ijedt vele a lépcsőn. Csak még egyszer utoljára látni akartam a kertet. Tudod, ma elrepülök. Ahogy bementek a konyhába, az idős hölgy kissé átkarolta a lányt, és szemrehányóan nézett az öreg szemre, aki egyedül ült az asztalnál. Békesen ette a levesét, ami még mindig forró volt. Látod, az a vén ember nem tudott várni, és elkezdte nélkülünk, dörmögte az idős hölgy. Hé, épp csak megkóstoltam a kanalat, mondta szembácsi zavarodottan. Persze csak a kanalat, a fél tányér üres. Talán ma van utoljára egy asztalnál lehetünk a lányunkkal. Ne piszkáld, Becca néni, állt ki mellette Margaret. Az én hibám, hogy elmentem. Egy ilyen kis érdekességekkel is tele van. A játék. Én például ez a Lore-nak nem nevezhető kis story. Viszont akkor meg kell csinálnunk a Tumpedlit. És hiába nyomom az alt. A kameraváltásnál újat kell nyomni, mert arra nem reagál. Oké. Na nézzük. Be kell látom a vágót az adatkódolomban. Aha, az egy adatkódoló. Keresd meg az ikonok párját, hogy egy négyzetet formázzanak. De jó pofa vagy. Ennyi lépésből? Hurrá, párosítás. Kérdés, hogy milyen pár kell mihez? Ugyanolyan dizájnú vagy? Ellentétes vagy mi? Hát csak azért, csak fejletre, meg sem mozdultam. Ja, hogy az időre megy. Oké, akkor azt látom, fogy. Az előbb nem tűnt föl, hogy fogy. Hát ti... Na, köpd ki magad. Jó, akkor megint féled lesz. Hát ti összerakjátok magatokat egynek. Aha, szóval ezt így kell. Összerakjátok magatokat egynek. És jó, hát akkor csak ellentétes darabokat kell keresgélni. Nem egy bonyolult. Nem. Azzal se. Azzal igen. Vagy egyre több a zöld. Tenderen. És andalító muzsika. Ki voltatok egy ar. Ez egy pár. Ez is egy pár. Van egy ilyen érzésem, hogy mindent mindennel nem lehet összerakni. Az is egy pár. Aztán lehet, hogy de. Vagy csak is sorra jönnek ki, és akkor úgy jönnek ki a párok. Ez is egy pár. Ennek. Ez a párja. Ennek pedig. Ez a párja. Success. Exit. Ott van egy 30-90. Hoppá, hoppá. Igen.
Egyszerűen vágok, készen áll, holnap reggel a városba kell mennem, hogy leszállítsam, nincs szükség az elemre, akit cserébe ajánlanak, de logikátlan volna elutasítanom. Az akkumulátorom töltöttségi szintje 12%, a leghatékonyabb lépés, amit tehetek, hogy teljesen feltöltöm a töltőállomáson még hajnal beállta előtt. Azaz megyünk chargelódni. Itt más nézegetni való nincs, de van itt valami. Fűrész. Aha, akkor ott egy fűrész. Más érdekesség? Nem nyílt ki, megjelent a fejünkön a low battery-kon. Ízhálózat nem megy. Akkor mehetünk erre ki. Oké. Okay. Nem tudom, szólni kéne nekik-e, hogy holnap megyünk. Hát pedig szólni kéne, hogy holnap visszük. Szóval... ja. Hát akkor chargelódjunk. Engem. Állomás jelenleg nincs feszültség alatt, kapcsoló táblát be kell tennem, kapjon energiát. Most kell átállítanunk az áramot. A compúper leáll, az meg bekapcsol. Oké. Okay. Szabaduljon az, meg az energiatöblet, több mint két forrásnál, az energiatöblet sárgával van jelölve. Aha. Hát itt, hurrá. Igen, akkor téged viszünk el. Megmondjuk téged. Téged meg oda. Egyszerű volt. Állomás készen áll a használatra. Aha, de ez lekapcsolt, közben elvileg ki van egyensúlyozva az áram. Na hát akkor go oda. De azért vezetek nélkül töltés az megy. Nem ér is, ne. Következő napocska. Madárkákok vannak, úgyhogy az állatok egy része még él, még ha az emberek nincsenek is. Hoppá, hoppá! Daci, te űrsikló! Ő fasz becsapódott. Bebútolunk, kérdőjel. És ott egy fészerén. Mi történt, kérdés? Aha. Ki is jött a karakterünk. Oké. Hosszú időt töltöttem az, hogy megértsem ennek a fémszerkezetnek a gyakorlati használat, de nem jártam sikerül, azért arra jutottam, hogy ez egy művészeti tárgy. Hát az egy hintának egy darabja. Na, de akkor már tudjuk, hogy az AI nem értheti a hintát. Igen, errefele bármi. Semmi, ott egy láthatatlan fal van. De akkor odafutunk. Megnézzük, mit keres itt az űrsikló, vagy legalábbis sikló. Be kell jutnom itt, de nem tudom kinyitni a zsilipet. Szép égés van rajta, meg minden. Ez egy sikló kritikus élét szenvedett, mitől zuhantott lesz, talán tudnék segíteni a túlélőknek, és találhatnék néhány nyalkatrész, meg hasznát tudnám venni a műhelyembe. Na hát valamiért lezúgott ide egy sikló. Kézre mit mond? Nem tudom kint a siklózsili pajper, puszta kézzel. Látod, mert nem volt elég erős. Akkor használjuk az új plazmavágót. Föl. Arra.
le. Jó nagyot vágunk vele, he. Jobbra. Fel. Tökéletes, akkor le is teszteltük, hogy működik. Sok ilyen mini játék lesz. Na. Játsz itt robot. Ez itt magától megy még. Ideig. Ajtó az egyértelmű sikló rakterébe vezet. Itt egy robot. Más van itt. USS Robotics robotok rendkívül sok mindent kibírnak. Hát nagyon sok mindent nem kaptak, függetlenül, hogy ez a robot itt becsapódott. És a robot súlyosan megsült, a balesetben lehetséges, hogy elvezette a siklót, több információ van szükségem az itt történtekről. Találj módot a robot bekapcsolására. Érintésem nem hozza újra működésbe ezt a robotot. Ezzel se tudunk mit kezdeni, na mi van ott lent. Hiáda szerint még van egy kevés töltés az akkumulátorban. Sorjuk el. Lett egy plusz batteri nálunk. Megbikázzuk. Kábelekre van szükségem az akkumulátor bekötéséhez. Jó, mi van még itt? Menjünk föl. Info. Fedélzeti számítógép nem mindig működik. Ja, még mindig működik. Na, tanuljunk meg olvasni. Konzol Landfield 523F1. Feltörés észlelve, robotpilótára kikapcsolva, további információk a naplóban. Diagnosztika, riasztó. Úgy. Admin jog kell hozzá, hogy kinyissuk, parancsok, hajó mint adatfájljai meghibásodtak, ja AI, MI adatfájlok. Kérem használjon kézi irányítást, error, driver, IR, QR, not, less or equal, nem érhető el a driver, lab disconnectált a PCI. Ellenőrzem, merevlem az eszközt, majd próbálja újra, nesze neked, fejhiba. Diagnosztika létfenntartó rendszer inaktív, robotpilóta ki, lásd napló, energiaállítás nem válaszol, motor nem válaszol, üzemanyag tartály szivárog, raktér zárva, kommunikáció nem válaszol, radar nem válaszol, vészhelyzeti kommunikáció nincs, utóművek kiengedve, fékszárnyak nyitva, hajó nem áll készen a repülésre, javítsa ki a hibákat a folytatáshoz. Igen, más van itt. Raktér kódot kér. Oké. Más van-e itt? Semmi. Akkor menjünk le. Azt mondja, kell neki kábel. Nézzünk körbe erre is. Ez itt a tárolónak tűnik. Nyissuk ki. Na. Vicce, ott van kábel. Lithium kén akkumulátor jellemző volt a korai repülőgépekre, szabványos áramerőséget ad le, de nem megfelelő robotok számára, nagy súly és kiterjedése miatt mi sokkal hatékonyabb hordozható verziót használunk. Már találtam egy működő akkumulátort. Amit gondolom, akkor mondaná, hogy egy másik fajta akkumulátort kéne találnia. Ezek a kábelek még jól jöhetnek. Két darabik a kábel. Jó. Akkor szerintem most már be tudjuk kapcsolni a robotkákot. Lehetséges az akkumulátor, amit találtam, fel tudja tölteni. Igen. Igen. Oda kattint. A másik felét oda. A papíron félig van az a batteri, szóval nem egy kevés töltés van benne, hanem felem van.
Itt írod a check battery felirat. A minus. Oda a plusz. Segíts rajtuk. Mondta a robot. 3. 8. 4. 3, 8, 4. Pilóta már nem funkcionál, mit mondott, kinek segít, és mik ezek a számok? Valami kód? Na hát, nem jegyeztük meg a kódot. Memory chip hibátlan, később leolvastam róla az adatot, hogy meg tudjam, mi történt itt. Ott jegye fönn 3, 8, 4, és nem tudjuk mi. Jó, legalább nem kell megjegyeznünk, ami előny. A memory chipet lenyúltuk. Laksit nem akarjuk elcsorni vissza innen, semmi. Na, az nem merült le, csak simán leállt a robot, de hogy miért, azt nem tudjuk, mert amúgy mennie kéne. Na, hát akkor most föltörjük a ámítógépet. Kaptérajtó. 3, 8, 4, 0. Nem? 3, 8, 4, 1. 3, 8, 4, 2. 3, 8, 3. Hát gondolom, mert kell nyomni, mert a cél az törlés. 3, 8, 4, 4. Ki is nyílt. I think this door is now unlocked. Ezért értünk a ámítógéphez. There's no use in entering the password again. Nincs értem újra a jelszót beütni, azt mondja. It is obvious. Ajtó egyetlen sikló rakterébe vezet. Na nézzük. Hogy lehetséges ez? És ott emberkezek vannak. Na, úgyhogy nincsenek emberek a Földön, itt van előttünk kettő megsérült ember. Meg is jöttek a sünök. Ketten is. Police. Csikló körül van véve, azonnal lépj ki. Mi folyik itt? Azonosítsd magad. Még kemények. RT-217NP. Csikló utasai. Pilóta sérülés szerkezete becsapatás, és nem funkcionál. Próbáltam újra indítani, de nem jártam sikerrel. Hogy jutottál be a siklóba? Sikló az épület mellett zuhant le, amelyet éppen tartózkodtam, tehát úgy döntöttem, felmerem a becsapódás következményeit. Embereket találták, itt ebben a siklóba szállítottak, bizalmas információs birtokában van, ami azt jelenti, hogy szét kell bontanunk. Egy EMP. Túltöltés, vészhelyzeti leállás, ezek vagyunk mi. Aha, az MP egy picit túlpörgött. De szépen fekszünk. Kezünkön karperec. Bebútolunk.
Hello. Értem. Igen. Gyorsan nyomkod a gombot, hogy megpróbálj kiszabadulni. Azt mondja, hogy nyomkodjam az F-et. A csipet nem vették el tőlem. Á, van elég powerünk, vagy nincs elég powerünk? Nem ajánlom, hogy ezt tett. Na, ambulance robot. Azt nem javasolnám, maradj nyugton, és ne próbálj megszökni, vagy különösen szét kell, hogy bontsalak. Mi történt? Mikrochipped úrindította saját magát, amikor az MP gránát felrobbant, a rendszer adott, hogy megsérültek, a helyreállítás időbe telt, már helyesen működt. Azok a rendőrtisztek miért akartak volna elpusztítani? Emberiséget hivatalosan is kihalt. Nyilvánítottak, te rájöttél, hogy ez nem az igazság. USS roboti cseltükbe jelenünk az információt, és rossz indult automobilis fisztésként bocsájt ki minden robot, aki valaha emberrel találkozott, eltűnt. Tudjuk, hogy az USS a rendőrökkel keresette túl az embereket, és utána siklókon ismert le helyre transportálják őket. Ám a rendőrség nem képes mindenkit megtalálni, sikerült rábukkanunk néhányra, és sajtó keresztül értesültünk a többiektől. Hát akkor áruljuk el, hogy mi nem frissítjük magunkat. Módosított tesztfelület a töltelmes, hogy elkülöm a frissítésket, úgy tűnik, hogy más vagyok, mint a többi robot. Erre az MP detonáció utáni diagnosztikai ellenőrzés alatt jöttünk rá, ezért vagy itt most az utolsó frissítésed dátum arrenget következtetni, hogy a személyi adataid érintetlenek. Döntenünk kell, RT nem engedhetünk el, túl sokat tudsz a tervünkről és a búvóhelyünkről. Viszont te segítségedre lehet mindannyiunk között a rendőrség, minden alkalom, amikor lehagyjuk a búvóhelyünket, nagy feladatot válunk, másrészt te viszont oda mész, hova akarsz. Ereszel. Engedjetek el, senkinek se beszélek rólatok. Elengednünk az mindegyik a veszélyes oldalon, túlélőnek semmi esélye nem marad, ezt nem hagyhatjuk, vehetem a válaszod a velünk való munka elutasításának? Áttérbe emberről. Rajt, nincs választásom, ügyelnem kell a biztonságomra. Nem tűrhető értelni, hogy emberi lény bármilyen kár szenvedjen, volt idő, amikor minden robot ezt a szabályt követte. Szabadon engedlek elmegy és körülnézhetsz, ha készen állsz, megosztom veled a meglévő információkat. A robotika három törvényének az egyik alapja. Legalább nem lettem szétbontva, jobb, ha körülnéz. Oké. Ez a szoba volt, ahol először korlátozták drasztikusan a szabadságomat, az ilyen helyzeteket kerülnöm kell. Na, nem tetszett nekünk a korlátozás. Ezt az eszköz azok ne használták, akik már önerőből képtelenek voltak járni, helytelenül alkalmazták az én esetemben. Mert hogy ugyebár meglettünk, lelettünk egy ilyenbenre kötözve. Na az ott mi? Intercom analóg megfelelően nem működik. Akkor egy telekomfon akar lenni. Az ott? Nem láttam a logikát ezekben a szimbólumunkban, talán valami kód lett, de szükségem van a kulcsára, hogy kiszámíthassam az algoritmusát. Hát nem, az egy nézőke. Egy kerekesszék csak akkor fogom használni, a szervó motorim tönkrementek. Nincs szükségem rá, a lábaim jól funkcionálnak. Igen, erre mi van még? Nézzünk körbe. Ez itt egy... működő LED zseblámpa, ez még hasznos lehet. Ja, hogy ezt a kis vackot néztük ott. Add ide. Na, be is nyújtuk a zseblámpát, amúgy nem tudom hova rakjuk, mert nincsen tárolónk. Szóval, lehet, hogy korlátozva, vagy hány dolog lehet nálunk, de... akkor is, ott meg az embernek szintén a szerkezete. Igen, akkor erre menjünk tovább, ezeket néztük, az ott mi. Miért használtak az emberek ennyi belső ajtót, az atmoszfér és a légnyomás megegyezik mindkét oldalán?
Aha. A robotoknak akkor az ajtó csak légnyomás és atmoszféra rá van kitalálva, nincs az, hogy miért van elzárva az az, mint privát éra. Az ott egy ajtó. Ezt néztük. Elektromos biztonság túl nagy ahhoz, hogy hasznomra legyen. Oda be tudunk menni, de még nem akarok. Egy akarok? Hát, nézzünk be. Van zseblámpám, de kivilágított szobákat kellene körülnéznem. A hangkozra elesú sötét. Ez itt. Ja, ez a biztosíték. Az ott egy lépcső, itt egy pistike. Úgy látom, a robot szerel valamit. Üdvözlet! Üdvözlet! Hello! RT-211 MP vagyok, elsődleges küldetésem ismeretlen. Igen, az vagyok, RB-051 Patrick. Gregory mondta, hogy csatlakoztál hozzánk, ki tudnál segíteni, RT? Természetesen a módomban áll. Ki kellene cserélnem a csatlakozót ebbe a panelba, tudnál hozni párat? Láttam néhányat a raktárban, az a terem, aminek törött az ajtaja. Ott még nincs világítás, amennyiben az éjjelátó nem célja, tartozik, hogy van egy zseblámpa a folyosón. Na, ilyen okosan tudja. Már találtam egy zseblámpát, hamarosan gondoskodom róla. Igen, akkor Gregory. Beszélj nekem Gregoryról, felteszem, ő a vezetőtök. Sebész volt, aki embereket javított, egy kórházban dolgozott, Abigail nővérrel. Érthető, hogy ők voltak az elsők, amelyek az emberek védelmére keltek, miután megtudták az igazságot, az emberek segítsége az elsőleges feladatunk. Lehet, hogy tévedek, de miután beszéltem a Gregoryról, úgy gondolom, többről van szó, mint hogy követjük a segítsünk az embereket tervet. Jó meglátás, én is ezt gondolom, bár a robotoknak nincsenek érzések, előfordulhat, hogy az érzelmi imitátor sokkal autentikusabb, mivel emberekkel érintkezik. Ő és Abigail mostanában a robotokat kezdtek toborozni, jó az egy frissítést adott ki, amin rájöttek erre, gyakorlatilag lehetetlenül tették bárki beszervezését. Na mégis mi vagyunk az új fiú. Ezért számíthatunk csak régebbi típusú és sérült robotokra, azokra nem kapták meg a frissítést, elsődleges feladatunk felszerelni a központot. Aztán túlélő embereket is lehetnek keresünk, úgy vélem Gregory hamarosan többet is elárul. Először helyre kell állítani az energiaellátást és a kommunikációt. Köszönet az információ, megyek és megkeresem a kapcsolókat. Találj érintkezőket Patricknek. Akkor nézzünk be ide is. Ennek a robotnak a kialakítása és arányi teljesen mások, mint a robotok, amikkel eddig találkoztam, színei alapján Gregoryhoz lehet hasonlatos, valószínűleg megegyező modellek. Hiányzik a robot lába, a bal karja egyértelműen egy rendőrrobottól származik, a jobb karja pedig valószínűleg egy építőroboté lehetett, hogy sérülhetett meg ennyire. Igen? Archívmenteket azért se kapok most, mert már szinte majdnem mind megvan. Eszköz rendeltet és ismeretlen, valószínűleg orvosi műszer. Ezt mondja a botra. Emberek genetikai módosított növényeket hoztak létre, majd veszélyesnek nyilvánították azokat, amikben... Ez de hol a logika? Orvosi tábla. Louis Spooner nevű paciens vettünk fel ma. Súlyos kar és égési sérülései vannak, de egyik sem életveszélyes. Spooner elmondása szerint a házrobotjuk előszakkal kivitte őt a lakásból, és meg akarta ezt, hogy kimentse a lányát és a feleségét. Sajnálatos módon egyikük sem érte túl, mert a ház rájuk dört, Spooner sokkos alapotban van, pszichiátriára küldtem. Spooner, ugyebár az én a robotból a... Will Smith játszott a karakter, akinek robot a
egyik karja, meg az egyik üdője. Kellett menni volna a szekrényekbe, és nem járt le a szavatosságuk. Biztosíték van a szemétbe. Föl tudjuk venni? Biztosíték már nem jó, használhatatlan. Oké. Veszünk a robotcsal jelölöm. Hello. Who are you? Ki vagy te? Orvosi robot vagy? Are you a medical robot vagy embereknek segítesz? To help to the humans. Ki vagy te? Hello. Hello RT-22 Today TMP vagyok, és te? And you? I am a medical bot, MBR 411. MBR 411 Abigail orvosi robot vagyok, elsődleges küldetésem a páciensek ellátása és védelme. Emberek hiányában képességén használhatatunk, így mással foglalom el magam. Mióta vagyok itt? Mióta vagy itt? Úgy látszik, az épület nem olyan régóta állhat üresen. Hogy csupán néhány napja, főhadészásnak való épületet kerestünk, kórház megfelel számunkra, mivel rengeteg embert tudunk elszállásolni. Ráadásul közel van a helyhez, ahol tervénk szerint egy csomó csoport túlélővel találkozhatunk volna egy siklóban, sajnos valami baj történt. Thank you for the information. No problem. You're welcome. Ennyi? De még akarok veled beszélgetni, nem á? I do not want to disturb. De többit meg se kérdeztük, hogy segít-e más. És te? Hello, most elfoglalt vagyok. Beszéljünk később. Oké. Hát nagyon elfoglalt vagy, nézed a semmit. Időnként itt csillognak, villognak dolgok. Ugyebár Unity-ban készült a játék, az elején írta is, viszont ugyebár a textúrák egész magas felbontásúak, úgyhogy szépen használhatóak. Illetve vannak textúra csereberék is, mert ugyebár a képek így homályosak, de ha megnézzük közelről, akkor meg de már élesek töltenek be. Na nézzünk be ide, urrá! Az ott? Chip ismeretlen eszköz. Ez része használhatatlan számomra. Dehogy az, add, vedd csak föl. Dehogy nem, mellette meg egy repairos felirat. Még egy olajfestmény. Meg egy fénykép balra. Ez egy 18. századi csatadom, odaja tiszta vagyok a történelmi és művészet értékével, de miért van palacban és hogyan került bele? Ahogy mondta Dokiano az én a robotba, elnyomozó a legjobb kérdés. A rádió egy évszázadnál is idősebb, sokkal öregebb, mint a házamban lévő. Na nézzük, mi van még itt, padló. A holografikus tábla nem működik, vagy gyanítom, nincs elég energiája. Nem én, ne? Higgyunk. Jó. Más van itt a roboton kívül. Erre semmi. Itt lent se látok semmit. Gregory megvizsgál valamit a hordozható intercomon. Eli az tablet. RT, hogy érzed magad? Otthonosan? Találkoztál már a többiekkel? Találkoztam Abigail-re, gondolom az asszisztenset, furcsa beszéd a robot létére. Patrickkel is beszéltem. Áramellátes ügybe kérte a segítségem, épp azt teljesítem. Nickkel is találkoztam, súlyosan sérültek tűnik. Elfoglalt volt, így nem zavartam. Értem, vannak kérdéseid?
Igen, igazad van. Lezuhant sikló. Beszélj a lezuhant siklóról. USS tulajdona volt és letartóztatott embereket szállított, nem tudjuk hová tartott. És hamisított pilóta tanúsítványa az egyik szövetségesen betörött szivárgott egy USS-be, a kórházba kellett volna hozni az embereket. Nagy valószínűség lelepleződött, a terv darabokra hullott és az emberek meghaltak a becsapódáskor. Kudarcot vallottunk, ez többet nem történhet meg. Hogy értek olyan gyorsan a becsapódás helyszínére, kidobta a DMP gránátot? Pilóta megadta a helyzetét egy vízcsatornán keresztül, Patrick és Abigail azonnal a légautóba szálltak. Sikló már nyitva volt, mire odaértek, Patrick és Abigail nem mentek be, ami jó döntés volt, mivel így meg tudták lepni a rendőröket, és meg tudtak menteni téged. Már tudod, miért csinálták, szükségünk van a segítségedre, az új robotok toboldás az egyetlen járhatunk az emberek segítségére és az USS felfedésére. Mi történt a pilótás az emberek testével? Elégettük őket, hogy elkerüljük a biológiai fertőzést, a pilóta részlegesen szétszerelt állapotban van az egyik korteremben. Sérülés végzetes volt, nincs hozzá megfelelő eszközünk, hogy megjavítsuk. Ami még rosszabb, hogy a memória chipje hiányzik, és meg is javítanak, akkor is egy új chipet kellene beleraknunk, mert jelenti, hogy se emberekre, se ránk nem fog emlékezni. Hát adjuk oda a chipet. Nálam van a chip, azért vettem ki, mert azt hittem, hogy a pilóta megjavíthatatlan, tiéd lehet. Legtöbbször igen primitív eszközök álltak csak a rendelkezésemre, el sem tudom képzelni, hogy mivel lehetne megjavítani egy ilyenféle sérülést. Köszönöm, mert egy nagyszerű hír, így érdekes információk birtokába kerülhet. Mi a helyzet a pilótával? Meg tudod javítani a chip segítségével? Természetesen is meg is tesszük, amit lehetőségünk nyílik elő, a chipjéből most rögtön kinyerhetjük az adatokat. Értem, köszönöm a válaszokért, visszatérek eddigi feladatokhoz. Jó, a chipet odaadtuk. Ezt a chipet biztos nem akarjuk becsorni? Nem, de a szerver párcel ott van mellette. Jó, akkor menjünk be abba a szobába, ahol a sötétség van. Így futunk. És akkor oda go. Találnom kell egy pár csatlakozót. Nagyon nice. Bár elég világos. Tudjuk lejjebb húzni a fényerőt? Nem. A gasnál van följebb. Nincs. Oké. Hát akkor az így nem lesz sötét, na. Még úgy vagányabb volna, ha csak ennyit látnánk. Mozdulni nem tudunk, úgyhogy csak a nézelődés játszik. Találtam egy elektromos csatlakozót, keresnem kell még fáradhány, ennyi nem lenne elég. Akkor egyet felvettünk, bár én erre akartam kattintani a mellette lévőre. Azt nem nyitjuk ki. Kukucs. Mikor annól játszottam ebből a játékkal, nem volt ilyen idő. Magnézium szulfát hasztalan számomra. Ja. Az ott csati, nem csati. Javarhúzó. Kisebb tárgyak mérésére használatos analóg eszköz nagyon pontatlan. Más néven mérleg. Na, hol bújik még ilyen csati? Ez itt. Ezek ilyen biztos tégszerük. Második csatlakozó sokkal könnyebb dolgom lenne, ha volna infralátásom vagy tárgyszkennerem. Na, hát akkor nem lenne egy hátrány, mondjuk, ha fejlesztenéd magadat, ha már ilyeneket tudsz, hogy ilyenek léteznek. Forrató. Nincs benne magas hővédelem, ez az eszköz képes megfékezni a tüzet, de túl nagy ahhoz, hogy magammal vigyem, és egyébként sem működik. Nem, én nem működik. Na, kukucs. Vagy átváltozik a egér ikonja, akkor lehet interaktálni a dolgokkal.
a mérleg volt. Az? Nem az? Az. Harmadik csatlakozó hibátlannak tűnik. Oké. Okay. Van-e még ez a palack? Oxigén palack üres. Hát akkor ne vegyél rajta keresztül levegőt. Igen, elég nagy a hitbox annak az oxigén palacknak. Ott van még egy. Negyedik csatlakozó, azt hiszem, mennyi elég lesz, odaadom Patricknek ezeket a biztosítékokat. Oké. Okay. Jött a karakterünk. Errefele meg le lehet menni, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van erre. Még nem térképeztem fel teljesen ezt az emeletet. Beszéd. Megtaláltad a csatlakozókat? Igen, ez mind, amit találtam. Jó, így be tudom fejlni a munkám, köszönöm. Már itt vagyunk. Mit tehetek még érted? Egyre semmit, köszönet, ismételtem. Elégedettséget tölt, hogy segíthettem. Mert így Nick szeretne segítséget kérni, kérlek beszélj vele. Oké. Jó, az itt csinálja. Na, akkor mondjad, te nem beszélgetős. Jó, hogy jöttél, Mr. RT, nagyszerű csatlakozol a szervezetünkhöz. A döntés nem önkéntes volt, Grigor, de azt mondta, hogy nem engedtek el, mert túl sokat tudok a szervezetetekről. Négy darab robotról beszélünk. A rendőrség megtalálkozott, te is kiszolgáltatott helyzetbe került, mivel a dönvédelmi érdek, el kell mondanom a tartózkodási helyet. Semlegesítettük a rendőröket, de így is jelentettek a LUSS-nek. Még az EMP robbanás előtt megkezdtek egy adott átvitelt. Ezek a fájlok valószínűleg videófelvételek a helyszínről, de a rendőrség nem tudta befejni a sugárzást, így az adat megsérült és olvashatatlan, mert azt jelenti, hogy a LUSS semmit sem tud rólad. Ugye semmit nem tudunk a garantálni, hogy mindenkinek biztonságosabb, ha itt maradsz, senki sem tud erről a menedékről. Viszont Gregory majd elmondja a részleteket, csak segítséget akartam kérni. Épület főbb rendszerét állítjuk helyre, megjavítottam a interkomot, hogy van már internetünk, csak úgy találhatunk meg minket, ha hagyjuk neki. RT, a szerverek az alaksorban vannak, el tudnád indítani az 1-es, 3-as és 4-es szervereket? Aztán bizonyosan meg róla, hogy minden csomópont működik, és állíts fel az internet kapcsolatot, ha végeztél. Kérlek, gyere vissza. Persze, megteszem, amit tudok. Akkor ezek szerint a műszaki dolgokhoz a robotok amúgy is érnek, értenek. Úgyhogy... Póki. És akkor most megyünk le, gondolom. Platy, 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 platy. Az ott? Van valami a dobozban, azt mondja. Vegyük föl. Ez egy biztos rövid ki van égve, és nem működik. Ura. Más van itt, más itt nincs. Jó, semmi, akkor menjünk be oda. Ha megtagadtam volna az együttműködő szétlenek bont vagy többiek, miért csinálnak ilyet a rendőrrobotok? Tisztában kell, hogy legyenek a következmények, az új és friss és összezavarhatnak a logikai moduljukat. Nem zavarták felül, hanem felül, nem zavarták meg, hanem felül bírálták. Jó? Gyitulom nyitni ennek a konzolnak a fedelét. Hát nyisd ki. Hiányzik bele egy biztosték. Na hát akkor már biztostékot kell vadászni. Router azt jelent adatforgalmat a kórház hálózatán. Hiányzik bele egy csip, a router nélkül nem működik. Van itt egy pár chip, de egyik sem működik, talán kell egy működő chipet.
Na hát ugyebár ezt láttuk fenn a server parts-ba, hogy mi az, ami kell. Elektromos kapcsolatábla, majd foglalkozom a szerver többi részét már beállítottam. És ez? Server leállítása leindítása a legfontosabb feladatom. Ezt csinál valamit, vagy még nem? Egyes, hármas, négyes. I started the necessary servers. Oké. Hozz létre internet kapcsolatot. Majd létrehozunk net kapcsolatot, hogyha összeszedtük, ami kell. Itt van egy biztosték, ami nem jó. Mi fölmegyünk. Itt egy biztosíték. Úgy, találtam egy használható biztosítót a szerverekhez, és ott lesz a chip szembe. Ha jól tudom, az Answer a másik játék, a Talos Principle, az viszont Unreal Engine-es, de ott is ilyesmi a robotunk amúgy. Nem, a holografik kijelző itt megy. És ha működik, akkor meg tudom javítani a routert a szerver szobába. Na hát akkor itt a csipecske, ami nem kell nekünk címszóval. Akkor nézzük meg, ez milyen. Holografikus asztal ismét működésbe lépett, mert helyre tettük az áram eltást, a sikló hologramját vettük, amiben az emberi testeket találtak. Ennyi? Jó. Akkor lejövünk ide. De más nem fog kelleni most nekünk ide. Logikailag is ezt a kettőt diktálta, hogy csak ennyi kell. Nem egy nehéz játék állítólag amúgy. Na. Biztos, hogy találtam kompatibilis a terminállal. Belehelyezzük. Terminál most már működik, el kell indítanom a routert. Találtam egy működő chipet a routerhez. A routernek működni kéne ebből a chippel. A router működik. Jó. Terminál fog összekötni minket az állódattal, ha végeztem minden szegmenssel. Terminál megy, szerverek bekapcsolva, akkor a kapcsolótábla jön. Hiányzik be egy kapcsoló, meg kell találnom a különben megtömbölte a szervert. Talán bal a közelbe kell lennie. Kell nekünk egy kar. Itt nem látunk semmi olyat, akkor itt kinn esetleg. Ott is van. Van valami a szemétben. Látszik itt kilógó karocska. Akkor megkerüljük, mert nem hajlandó onnan felszedni. Kapcsoló kellett a kapcsoló táblához. Oké, be is helyezte a nem látható inventoringba. Kapcsoljunk. Egyszerű belik, hogy elvégeztetem a kapcsolótábla beállításait. Elektromos kapcsolótábla rendszerének jól kéne működni, ha megfelelően álltam be. 1-1-0-1-1 2-4-5 az ott 2-4-5 az 1 Így. Addig kell kattingatnunk, míg ez a kettő lent, ez fönt, ezek lent lesznek. Igen, azok akkor azt a hármat kapcsolgatják.
Parancsolj. Ott van. Aktiválnom kell az adatátkötet a konzolba, ha követem a megfelelő procedúrát, akár hozzáférhetünk az internethez. Mert akkor. Jó. Ez itt mi. Tom, köszönöm a tegnap estét, lenyűgöző volt a kiállítás, imádni valóak voltak a fehér kis nyuszik, hívja hétvégén Trisha. Ennyi? Jó, ott meg connect, jön. Tomnek. Start lokál szerver, státusz, egy ok, kettő fél. És közben érkelje magát ki a többi. Csak hát ha... Ja, mert 1-es, 3-as, 4-es kapcsoltuk be, igen. Itt bármi. Router működik. Jobb, ha nem nyúlok semmihez. Szükséges szerverek megfutnak, itt már nincs mit csinálni. Jó, hát akkor mehetünk vissza. Mi nem láthatjuk meg a kijelzőt, hogy mi van rajta. Nem tudunk fölmenni, akkor gombbal megyünk föl. Oké. Erre bármi jó pofaság. Mi van? Zárva. Hát tört be. Honnan jöttünk ki. Oda meg semmi. Vannak dolgok, amit csak megnézni lehet, van amivel interakcióba is lehet kerülni. Hát szóljunk, hogy működnek a dolgok. Ó, de tetszik nekik. Duma? Nem akarom megzavarni. Ott csak veled, Duma. Herti, látom az aktív kapcsolatot, tovább tartott, mint arra számítottam, gondolkodhat. Igen, néhány apróságot cserélem feled, de már minden rendben. Nagyszerű a kommunikációs problémák megoldódott, hát Abigail-lel megjavítottunk egy csordozható interkomot a számodra, és beállítottam rajta egy védett csatornát. Tehát, de szükség lesz fel az első feladatodhoz. Gregory fog beavatni a részletekbe. Na, tehát mindenki itt van már, mindenki tudja, hogy egy csapat embert, akinek akartak feltársra, meghaltak egy balesetben, Abe megszűnt működni. Létre a chipet lertévette ki, és mindig megvan az esély, hogy visszahozzuk Abe-et, ha lesz hozzá megre felszerelni. Örülök, hogy segíthetek, meg kell próbálnunk megjavítani a pilótát, ha van még rá esély. Következő dolog, új feladatunk van. Tegnap F2-től a rendőrség informáltunk, egy fontos információt tartalmazott diszkert kellett volna, hogy hozzon nekünk. Nem jelentkezett, és a kapcsolatunk is megszűnt vele, meg kell szerelnünk az adatokat, veszélybe került a tervünk, hogy USA szerzi meg előtt. Nem tudunk bejutni az informátum menedékébe, mert egyből észrevesztünk, amint belépünk a városba. De a rendőrség nem tud róla, de érti, így a feladatba bemenni a városba, és kiderítő, mi történt F2-vel. Hogy sikerült befejezni egy rendőrtisztet? Felfigyeltünk a viselkedés furcsaság erre, segített nekünk a letartóztatásunkkor, és megígért, hogy jelenti, ha a rendőrség készül valamire. Mint kérdezett, a frissítő módja nem működött megfelelni, így megmaradt a képesség, hogy önálló döntéseket hozzon. Ha korábban rájöttünk volna a módszer, hogy elkerüljük a frissítéseket, akkor most több szövetségesünk lehetne. Térjünk vissza a feladatodra. Küldhetsz jelentést a helyzetről, Nick adott neked egy hordozható interkomot, ami kódol csatornán küldi az adást. Nem képesek bemenni, de hogy kikerüld a feltűnésbe, azt javaslom, ne használj gyakran. Rendben, értettem. Tovább lépünk, Patrick, készítsd el a légautót a repüléshez.
Nick, check the communication. Még egyszer kommunikáció, Abigail ad visszajelentést a plazma vágóért, szüksége lehet rá. Okidoki. Rendítsek, azt mondja. És a újabb rész jön. Látszik légautó, jó kis bujik. Éppen repkedünk. Top Robot Abuse felirat, ez a külvárosi gettószerűség. Helyben vagyok, ez az informátor háza, megálltam az 5-ös számú lakást. Oké. Na, és hát ez itt a... És mikor mentett a játék? Meg gondolom mentett. Szóval... Innen fogjuk folytatni legközelebb. Aranyos kis játék egyébként. Story orientált. Amit mondtam, hogy vannak benne részek, amit nem szeretek, az... majd ilyen menekülős rész lesz, de teljesíthető, úgyhogy itt a sztori a lényeg. És ami miatt a második résszel buktak, na azon kívül, hogy egy csomó lokalizáció hiányzik belőle, mint például a magyar nyelv is, tök más történetként meséli el, szóval ott egy embert irányítasz, ahogy tudom, és nem hozza ezt a szintű ismeretlen, futurisztikus misztikus szálat, mint amit megvan. Úgyhogy nagyjából, mintha két külön játék lenne, aminek nincs köze egymáshoz, pedig az elvileg csak az epizód 2. Úgyhogy részemről köszönöm, hogy megnéztétek ezt, ha tetszett, annak örülök, és találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!